Dim Dynamite. Magyarország legőszintébb mozi csatornája. Sziasztok! Sziasztok, Uncharted, ami egyébként szerintem egy egészen szép kis szó, és ha jól tudom, akkor feltérképezetlent jelent, vagy ilyen ismeretlent. Uncharted Territory. Kár, hogy nem lett ennek magyar címe, jól tudom, nincs magyar címe. Csak de így. Szerintem ez egy tök jó szó, nem kell mindennek jó magyar változat. Ez tény, bár az ember azért úgy örülne meg szerintem. Például Tomb Raider. Hát a Tomb Raidernek most az, hogy... Mortal Kombat. Nem kell lefordítani halandók jól harcára. Hangzanak. Jól hangzanak ennyi. Halandók harcára, tényleg ezen el sem gondolkoznám. De nem de halandók harca, igen. Az az. Nem halálos harc a Mortal Kombat? Jó kérdés, hogy jó. Halálos harca vagy halandók harca? Akkor Deadly Kombat. Deadly, vagy Mortal Kombat. Jó, na tessék, ugye? Már is eleveztünk a vizekre. Jó, megnéztük itt a premier alkalomkor az Unchartedot. És hát most akkor ugye újra egy videójáték adaptációval van dolgunk, és így van lehetőségünk arról beszélgetni, hogy mitől lesz egy videójáték adaptáció jó vagy rossz, és akkor mondom ezt úgy, hogy igazából ha szívünkre tesszük a kezünket, a Tomb Raider volt talán az egyetlen film, különösen az utóbbi időben, ami nem mondod azt, hogy rossz. Az egy egész, azt mondom, hogy ez egy kellemes videójáték adaptáció, de azért ez ugye egy már szinte közhely, és mindenki szereti ezen köszörülni a nyelvét, hogy szarok a videójáték adaptációk. Tehát, hogy tényleg híresen nem jól sikerülnek ezek a filmek. Ebben a filmben az Uncharted alapanyag ugye egy Sony videójáték, ami 4+, egy fél része rendelkezik. Mindenesetre 4 rész van, tudtommal, ami... Hát én ezeket játszottam. Ezeket nem ismerem. Igen, igen, Gyuri ezt kihagyta, de én játszottam őket, igaz, hogy nem volt türelmem végig, de belekóstoltam, különösen a 4 a jó, az nagyon jó, meg az ugye már újabb, tehát az egy újabb videójáték, hát relatíve újabb, most már az is réginek számít. És ebben, hát egy ilyen férfi Tomb Raider alakot követünk nyomon, vagy Indiana Jones-t, vagy ahogy tetszik, kicsit hangulatában, de különösen a filmeiként a nemzet aranyára haja az nekem néhol. Tehát a nemzet aranya az egy ilyen csak jobb hajakkal. Jobb hajakkal. Ja, tényleg ott a Nick Cage. Ott borzasztó Nick Cage haja. Igen, igen, igen. Szóval egy tolvajunk, aki ráadásul ugye a híres Francis Drake-nek a leszármazottja, aki ugye egy fantasztikus alak volt a első Erzsébet korabeli Angliából. Neki kalóz létére nagyon fölvitte az Isten a dolgát, és egy igen jó kis szereplő a történelemben, és hát nyilván az ő leszármazottja, Nathan Drake, a videójátékban is természetesen, és akkor itt ő a Magellannak a kincsét keresi. A videójátékban, én most nem emlékszem, őszintén szóval nem emlékszem, hogy a Magellan az melyik részben volt, vagy volt-e, de most ne haragjatok emiatt, mert tényleg nagyon régen játszottam. Viszont volt a testvérével való viszonya, az itt is kap egy löketet. Tehát egy egész kicsi löketet kap itt. Egy kicsi löketet, igen. Nem elég ez nekem. Ja, ja. Illetve a Mark Wahlberg karaktere, most ha jól emlékszem, ő az a csávó, ugye, aki kíséri a Nathan Drake-et, de az a videójátékban egy idősebb tag. Itt meg a Mark Wahlberg egy kicsit, mint egy idősebbnek akarná beállítani. De a Mark Wahlberg is 50 körül van, gyakorlatilag az apja lehetne a Tom Holland. Ez tény, de nem látszik rajta nagyon durván. Nem, nem. Tehát a Marky Mark azért meg még fiatalos, meg poénkodós, szóval ja. Na jó, mindegy, szóval ez a rövid sztori, mennek a Magellan kincse után, egyébként tényleg ezt mondtuk, azért a hazaúton nem tudtuk megállni a Gyurival, nyilván ebben beszélgessünk kicsit a filmről, és hogy A4-es oldal. Igen, meg szóval azért én nagyon sok olyan filmen nőttem föl gyerekkoromban, ami kincsvadászos, és valahogy mindig volt valami plusz a kincs mellett. Uh-huh. Tehát például a Flint kapitány kincse, és akkor azt egy ilyen aura lengte át, hogy a híres Flint kapitány, tudod, vagy akár a Jack Sparrow-kat is mondhatnám, hogy ott sem csak kincset, nem csak aranyra megyünk. Itt nincs semmi nimbusza ennek, hogy Magellan kincse. Annyi, hogy arany. Értéke van. Igen. És ez egy picit nekem kevés emiatt. Mint szóval nincs túl nagy legenda körülött. Igen, igaz? Igen. Ja. Tehát, hogy számomra nem akkora élmény az, hogy a végén mondjuk megtalálják az aranyat, vagy nem találják meg az aranyat. Érted? Ez abszolút. De egyébként minden más eleme ugyanaz, mint ezeknek az én gyerekkori kedvenceimnek. A karakterek egyébként szerethetők. A rosszak azok elnyűhetetlenül jönnek, és mindenhol ott vannak, és nem tudni, hogy vannak ott mindenhol, ja. De mindig ott vannak, és nem lehet őket lekoptatni, szóval egy kicsit ilyen botok a rosszak benne, bár a színesbőrű csaj az nagyon, nagyon szimpatikus. Bejön neked mi? A színesbőrű az kemény. Kemény csaj, bár egy kicsit azért... Jó, de na, és akkor amit nagyon sokat szoktam lovagolni, amit utálok, az az, amikor harcoknál
egy kis mitugrász, a szarráver 120 kilós faszikat, uh-huh. akár nőbe, akár férfibe. Itt megkapjuk azt megint pillanatokra, hogy odafigyelnek például arra, hogy mondjuk a Tom Holland, aki hát egy kis csávó, nem tudom milyen magas, 1.65? Ne, talán 1.70 azért van. 1.70, vagy mit tudom. Nem tudom, az nem egy, az nem egy nagy darab csávó, mint 65 kiló lehet, és akkor ő vele szemben áll egy 120 kilós testőr csávó, ja. És a Tom Holland, nem tudom már, hogy így szemből fölugrik és páros lábbal rúg bele, vagy fordulatosokat, nem tudom, micsoda, de lepattan. Igen, páros lábbal. És egy lepattan csávó, és elterül a földön. És ugyanígy a nő is, bármennyire bedesz az a csaj, ja. De azért, amikor a Mark Wahlberg így ráfog, akkor egyetegben megfog, és belebassza egy üvegszekrénybe. Tudtam, hogy örülni fogsz ennek. Igen, nem arról van szó, hogy... Ne, ez reális, igen, persze. Tehát, hogy ezt akarom látni, persze. A realitást. És ettől még egy nő lehet nagyon bedesz, ez a csaj amúgy bedesz. Ja, de ettől függetlenül az ő karaktere is, meg mindenki kétdimenziós, borzalmasan. Igen. Annak ellenére tök jó látni az Antonio Banderas, mint a Moncada karaktert, ő ugye a gonosz társaságnak, ja. Egy ilyen, vagy családnak a feje, és akkor őt jó, meg halljuk spanyolul beszélni, és nagyon jó hallgatni. Nagyon jó hallgatni, és jó mély a hangja, jó berekedet. Nagyon, bereketi. És egyébként említést tettél valamit ugye itt egy szinkronváltásról, de ez a magyar szinkron nagyon illett. Illett hozzá, csak van egy magyar szinkronja, és még amikor a trélert néztük, legutóbb, amikor moziba voltunk, akkor lement a magyar szinkron trailer, és ott a Kőszegi Ákos volt a hangja a Banderasnak, itt meg már nem. Nem emlékeztem. Egyébként ezt a csávót én már régen hallottam szinkron hangban, nem tudom, hogy ki ez, de ez nagyon jó. Ez egy klasszik, tök jó szinkron hang. Na mindegy. Nekem az a konklúzióm, hogy ez a film se tudott sikerülni, és egyébként azért nem tudott sikerülni nálam, nem azért, mert egy könnyed kalandfilm, nincsen ebből könnyed kalandfilm, mert nem kell, hogy mindennek akkora súlya legyen, hogy most akkor a dráma beleszögeje minket a mozi székbe, bár sosem bánjuk ezt természetesen, megvárjuk. Az a baj, hogy a videójátékokból nem mernek elég tartalmat kivenni ezek a filmadaptációk szinte soha, és én nem értem, hogy miért nem. Például ebben a 4 Uncharted részben, biztos vagyok benne, és egyébként én magam is találkoztam ott a videójáték játszása során olyan tartalmakkal, amiket, hogyha nagyobb számba betöltünk ebbe a filmbe, izgalmasabb, jobb, egy picit mélyebb, kalandosabb, komolyabb is helyenként lehetett volna. De ezt nagyon látom a videójáték adaptációknál. Mint, igen, nem tudni, hogy miért. Nem tudom, hogy miért csinálják ezt, de félnek attól, igen. Hogy valami olyat filmesítsenek meg, aminek már kim van a sztori. Igen, igen. Ettől rettegnek, igen. A legjobban, hogy az már ismer sztori, úristen, persze. Akkor azt hiszik, hogy akkor nem mennek el az, igen. Emberek, de nagyon hülyeség. Ez szerintem is hülyeség, és néha tényleg nem kéne más csinálni, csak fogni a videójátékot, és egy az egyben megfilmesíteni. Mást, Kotor. Ja, igen. Starcraft. Starcraft, ja. Ez milyen jó lenne. Igen, és ott még mondjuk lehet mondani, hogy annyira grandiózus a projekt, hogy senki nem meri elvállalni, mert mi van, ha bebukna, és nem lenne kíváncsi az emberekre, bár szerintem sem lenne így. Tény, hogy ezek a Starcraft például egy teljesen más univerzum. Azt installálni, az bátorság. Az nagyon drága projekt lenne, de Istenem, de igen. Jó lenne. Ez a film pörgős, látszik, hogy egy jó iparos kezébe került, mert Ruben Fleischer csinált már ugye hasonló dolgokat. A Venom 1-et is ő rendezte, ami azért nem volt tragédia. Zombieland 1-et imádtuk, Gangster, a kettő sem volt rossz. Gangster Squad. Az se egy rossz film egyébként. Nem a legjobb gangsteres film, messze nem. Oh, nehogy. De azért nem tragikus filmek ezek. Tehát ő ezt szerintem kisújból le tudja hozni. De valahogy, én nem tudom, altató már helyenként ez a film. Igen, nekem is leült párszor a film. Nagyon. De nekem amúgy a vége nem tetszik elsősorban, ami egy ilyen már az a fokozása. Egyébként hogy is harangozták ezt be az elején? Ugrándozós? Ugrálós, kalandos? Nem tudom, valami ilyesmi. Ugrálós, kalandos, ez egy zsánra most, már ezt így hívjuk. Hát, most ez már elég sokat mond. Persze. Tehát persze. Ez nagyon gáz, ez tényleg egy ugrálós, kalandos film. Igen. Helyenként vicces, helyenként nagyon jó kis akciók vannak benne, helyenként meg így leül, és unod, és a végén meg egyszerűen átmegy Fast and Furious-ba. Ez tény. Tehát, igen. Hogy olyan szinten hülyét csinálnak a fizikából, hogy nagyon is. Ott én azt éreztem most ennél a filmnél, hogy jó, nem szabad nekem ezen most mérgelődni, engedjem el, ez ilyen kis, igen. Kis limonádé. Sima a videójátéknak azért amúgy meg is bocsájtanád, nem? Mert most azt mondom, hogy videójátékfilmnek megbocsátjuk ezt. De tudod, bizonyos dolgokat nem lehet jól átültetni filmbe, nem. Mert ami működik a videójátékban, ez, hogy össze-vissza ugrabuglánk, ez nem igazán jön persze, át. Persze. Ez egy Aladdinban is olyan kicsit olyan fölösleges érzést kelt, pedig tudjuk, hogy az Aladdin is
össze-vissza ugrált, még persze. A videójátékban is annó. A régi-régi. De most is próbáltak ilyen parkörös dolgokat abba is belerakni, és ez már filmben annyira nem működik. Illetve hát pont a parkör, amit egyébként a Tom Holland, ha ő csinálta a részeket, nagyon jó megtanult, tehát a futkosás az jó, csak amikor már a trailerben látjuk, hogy ugrunk dobozról dobozra vissza a repülőre, az olyan, hogy akkor már így... Nézd, ez, tehát... tud, itt a Tom Holland helyenként egy az egybe pókember volt. És az egyébként... Mozdulatai... A megoldásai, minden, a teljes mozgáskultúra egy az egybe pókember. Tehát nem tudtad volna megmondani, hogy ez amúgy nem a pókember. Igazad van, most. De olyannyira igazad van, hogy szerintem rosszabb az, hogy a karakter is. Tehát ez az elején nem. Például ő bocsánatot kér ugye egy embertől, amiért lerúgja ott, és akkor az meg is újnál, hogy reflex volt. Igen, ugyanaz, az ugyanaz, az egy az, egy az egybe a fiatal pókember. De tudod, ebben nem lenne baj, de a Nathan Drake karaktere a videójátékban nem ilyen. Tehát, hogy a Nathan Drake azért... Jó, az nem egy vérengzős izé, bár a videójátékban óvatatlanul szarrá lősz négy rész alatt körülbelül 5000 ember. Tehát, hogy azért jó, ez nem egy olyan, aki bocsánatot kér. Láttuk, hogy ebből ennek folytatása lesz, akkor ez a kiindulás. Ja, lehet, hogy utána löböldözni fog jobban. Na hát most ez nyilván nem egy akkora alapanyag, hogy erről hosszú eposzokat tudnánk mondani. Itt ajánlani tudjuk annak, aki könnyed kikapcsolódásra vágyik. Szerintem ilyen 20 év alatt ajánljuk ezt a filmet. Igen, főleg így, de azért senki nem menjen el, aki bármi olyanra gondol, hogy most akkor egy komoly, komoly, igazán komoly szórakozásra van szükség. Mindegy. Srácok, ez volt a heti premier filmünk. Vissza fogunk térni nagyon hamar újjal és más tartalmakkal is. Sziasztok! Sziasztok.